Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai legújabb videóban. Most egy kis érdekességet hoztam el nektek, ugyanis berendeltem az egykori orosz speciális terrautók sorozatnak a 17. számát, ami egy ZIL 130-as vázra épített, ez a AC-161, ez ilyen reptéri kocsi. A mai videóban erről lesz szó. A sorozatról annyit kell tudni, hogy ez már azt hiszem, hogy nem fut, és nekem ebből megvan a MMZ 555-ös billentyűzzel, valamint az egyik Kraz is, úgyhogy meg még egyéb más terautók is. Ugye a doboz az így néz ki, hasonló, mint a legendári Gruzaviki SSSR sorozat, ugye de fel van írva, hogy Automobilis Speciália, ami annyit jelent, hogy különleges autók lényegében, tehát hogy ebben ilyen speciálisabb járműek, és ugye ez a típus, hogy ez a AC-161-es és ugye a 130-as ZIL alapjára van építve, mint látszik. Itt van a méretarány 1.43, és ez a 17. szám volt. Itt van, hogy Nashi Gruzoviki, ugye ez így néz ki, a doboza, itt a szovjet vörös csillaggal, és itt a hátulján egy ilyen archívabb kép, de kicsit ilyen elmosott, tehát ilyen ugye, hogy a ZIL 130-osok a gyártósoron vannak még, tehát hogy egy ilyen archívabb kép van itt a hátulján. Ez minden ilyen dobozban, minden ilyen dobozon megtalálható, ami ebben a sorozatban jelen meg. És ezen a, és az alján pedig itt van, hogy ugye angolul fel van írva, hogy nem ajánlott 14 éven aluli gyermekeknek. Hát én már 18-at töltöm idején, úgyhogy én már bőven átléptem a 14-et. De én szerintem egyébként ez nem korhoz van kötve, hanem van kétfajta ember, meg gyerek. Van az, aki tudja ezeket, tud erre vigyázni, meg van, aki nem. Tehát én már 14 év alatt is gyűjtöttem ilyeneket, és ugyanúgy jó állapotban vannak. Hát ott ugye egy-két szöveg ugye olaszul, hogy gondolom, hogy mi a kiadó, meg honnan lehet berendelni, meg ilyesmi. Ugye a Modimio forgalmazza ezt, ugyanúgy, mint Magyarországon, például a régi idők legendás, ahogy itt a D'Agostini, és itt ugye ez a ugye típusa, itt a kód, és itt is egy ilyen archívabb kép, lényegében így néz ki a doboz. Úgyhogy akkor bontsuk is ki. Én szerintem nincsen, hál' Istennek, leragasztva. Egyébként én ezt a Retro Ajándékcsomag nevű webshopból vásároltam. 8500 forint volt, most én nem szoktam nagy titkot csinálni az árakból. És 130-as zirből ez már azt hiszem, hogy a 8. ami megvan. Hogy nekem ez a kedvenc teherautó típus, úgyhogy ebből próbálok minél többet beszerezni. Na, a modellről annyit kell még tudni, hogy ugye a fülke az fémből van, ilyen keki zöld, és a felépítmény az pedig műanyagból készült. Látszik, hogy így néz ki, mintha egy kicsit ferde lenne a felfüggesztés, vagy hogy mondjam. Szóval, hogy mintha egy kicsit előkhárító, nem tudom, a kamera látszik, hogy egy kicsit ferdén állna, de se baj. Ez így néz ki. Úgyhogy akkor kicsit mesélnék az igaziról, és sajnos újság nem járt a modellhez, úgyhogy majd lehet, hogy itt is képeket bevágok, és akkor majd úgy tájékozódunk, meg egy kicsit akkor mesélek az igazinak a történetéről, mert egyébként egy érdekes jármű. Most nem konkrétan az ZIL 130-asról fogok mesélni, vagy nem mesélni, hanem elmondani az ZIL 130-asnak a történetét. Arra majd lesz egy külön videó, hanem magáról, erről az AC-161-es típusról. Ugye erről azt kell tudni, hogy erről a típusról, hogy ez egy 1982 és 1992 között gyártott ZIL 130-as alvázra épített reptéri jármű. Ezt az Arzamas nevű, remélem jól mondom ki, városban gyártották, és ez a jármű arra szolgált, hogy az utasszállító repülőgépeknek
az utasszállító repülőgépek WC-jének tisztítására, karbantartására és forró vízzel történő mosására, valamint pedig a vegyi folyadékkal való feltöltésére szolgált a repülőtereken, különféle éghajlati övezetekben tudták ezt használni, plusz 40 és mínusz 50 Celsius fok között. Egy olyan felépítmény van a vázon, amelyben rozsdamentes acéltartályok találhatók. Amely a trutyi, úgymond, a WC-ből a forró víz és a vegyi anyagok tárolására való. Úgy ezt úgy csinálták, hogy a trutyit leeresztették vákumszivattyúval. A repülőgépnek a tartályából, és forró vízzel átmosták, illetve kémiai folyékony oldattal feltöltötték. Ugye látszik, hogy így néz ki, ugye föl van írva ide, hogy Aeroflot, és tulajdonképpen hát be nem látunk a tartályba, de látszik, hogy itt van körülött ezek a úgymond láda ajtók, ahonnan ha azt fölnyitották, akkor ott voltak a szivattyú, meg stb. És akkor el tudták intézni a dolgokat. Ezt későbbiekben leváltották már a újabb, akkor újabb, meg hát most is újabb zilekre, a 4333, azt hiszem az a típus. Ugye nekem is van egy olyan modellben, azt hiszem, hogy az is ebben a sorozatban jelent meg, csak nekem a hűtőkocsi változat van meg, majd arról is talán lesz videó, ami már ilyen 2000 környéki, 2000-es évekbeli zil, tehát már ilyeneket nem igazán használnak, 130-as felépítménnyel már nem, hanem már az újabbakat, úgyhogy lényegében ennyit kell róla tudni, és látszik, hogy ez a későbbi kivitelű zil, ugyanis ebben már lent voltak a fényszórók, ugye aminek még fönt volt a fényszóró, és nem volt ilyen sűrű a hűtőrács. Az még a korábbi széria, tehát úgymond az első generációs zil, mert azt hiszem 77 vagy 78-ban volt a modell frissítés, amikor lentre kerültek a fényszórók, és ilyen sűrűbb lett a hűtőrács, hát ennél már ez így van. Látszik, hogy megvan ez a jelzés ugye a első lökhárítónál, ez ilyen speciális jármű. Hát a belsejéről próbálom megmutatni, nem tudom mennyire fog látszani, mert fekete, elnyeli a fényt, majd csinálok képeket, és ha jól sikerül, akkor majd bevágjuk a videóba. Na, úgyhogy így néz ki. Láttam már olyat, és az nem tudom, hogy melyik kiadó nál jelent meg, vagy milyen sorozatban jelent meg, hogy mi adta ki, hogy aminek a fülkéje is sárga volt, meg a felépítmény is egyben. Szóval nem tudom, hogy az, és modellben láttam ezt, tehát nem tudom, hogy melyik cég adta ki, aki tudja, az majd esetleg írja meg kommentbe. Látszik amúgy a modell kilolgozása az egészen jó, orosz sorozatos modellhez lévén, hogy ugye itt hogy jó értelemben, hogy az orosz sorozatosok modellek egész jól ki szoktak dolgozva lenni. Látszik, hogy megvan a kédelgumi, ez a úgymond ez a elefántfülablak, vagy pillangóablak, ki hogy hívja. Szóval ez így néz ki. Ilyen az alváz, itt ugye kardántengelyt látunk, váltó, kipufogórendszer, üzemanyagtank, itt a két fellépő, elő-hátul a rugók, és ugye a fellépőn megvan, hogy ugye a típusa, melyik sorozatban jelent meg, hogy 143-as és hogy Kínában készült, ugye Made in China. Aki szeretne ilyet egyébként,
ilyen reptéri zilt. Annak azt tudom mondani, hogy nézzen körül, lehet kapni azt hiszem szinte 8500 a hoki modellnél is. Ott is be lehet szerezni. Valamint ugye a retro ajándék csomagnál is ugyanennyiért. Annyival jobb a retro ajándék csomag, hogy ott ki lehet választani, hogy milyen posta, milyen futásszolgált hozzá, vagy DPD, vagy GLS, vagy magyar, vagy MPL. Tehát többféle kiszállítási mód van, de egyébként meg ugyanúgy jó mind a kettő, tehát én elég sok modellt rendeltem a hoki modelltől is, és szerintem még fogok is, tehát szeretem mind a kettő. Így néz ki maga a modell. Még egyszer egy körbe mutatom, szerintem teljesen jó. Ez a hátsó jelző lámpa is. Annyit sajnálok, hogy az indexek oldalt itt festve vannak, nem pedig egy áttetsző műanyag van oda téve, nekem az jobban bejött volna, de hát ez van, ezt kell szeretni. Egyébként itt van a Zill embléma, tehát nekem teljesen jó, bejön, tetszik. Úgyhogy köszönöm szépen, ha megnéztétek a videót, remélem tetszett nektek. Amennyiben tetszett, arra kérek benneteket, hogy lájkoljatok ezt a videót, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, osszátok meg a videót, írjatok kommentet, írjatok meg kommentbe a véleményeteket, és akkor majd találkozunk a következő videóban is. Addig is további kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, szép napot, sziasztok!